emlékeznek talán a legutolsó folkloriádára, ami a CIOF legnagyobb eseménye, a Gyászságtánc együttest delegáltuk. Akkor még nem tudtuk, hogy lesz még egy Fölszállott a Pába versenysorozat, de amikor ez elkezdődött, akkor természetesen a CIOF Magyarország egy külön díjat ajánlott föl, méghozzá Mexikóban, Monterrey városában egy nagyon különleges fesztiválon való részvétel lehetőségét. A történet folytatását már ismerjük, mert a Jászság népi együttes megnyerte a Fölszállott a Páva döntők döntőjét is. Így ezt a képviseleti lehetőséget is elnyerte a makaói után. Ennek szimbolikus átadása zajlott múlt pénteken, melyet a csoport, Jászberény polgármestere és az országgyűlési képviselő is megköszönt. Jó önöknél járni, jó látni, hogy a város fejlődik. Bízom abban, hogy ez töretlen marad, bízom abban, hogy polgármester úr vezetésével a Jászság együttes hamarosan profil együttessé tud válni. Én az államtitkárság oldalára minden segítséget megadok. Fekete Péter kulturális felelős államtitkár méltatta a lassan 500 éves kulturális csoport munkásságát, ami kiemelt figyelmet érdemel a jövőben a kormányzat szintjén is. Megpróbáljuk elérni azt, hogy profi, kiemelt, állandó népi együttessé válhasson a Jászság népi együttes. Ez egy nagyon komoly kérdés, ez egy nagyon komoly kihívás. El tud-e tartani Magyarország Budapesten kívül vidéken is profi táncosokból álló népi együttes? És ha engem személy szerint szakemberként kérdeznek, akkor azt kell válaszolnom, hogy igen, sőt, szükség van rá, hogy egyes régiókat lefedve az a fajta tűz, az a fajta befektetett munka az profizmus szintjére, fizetett profizmus szintjére tudjon kerülni. A magyar néptánc, a magyar népzenének olyan ereje van a világ minden táján, hogy erre meg tudnak mozdulni bárhol, bármikor, és ugye a tánc azért világnyelv, a zene világnyelv, tehát meg tudjuk szólítani egymást az ott lévő csoportokkal. Szűcs Gábor az együttes művészeti vezetője kiemelte, hogy a szponzoroknak köszönhetően minden este lesz lehetőségük a magyar kultúrával lenyűgözni a monterrei mexikói közönséget. A minisztérium, tehát az emberi erőforrások minisztérium 10 millió forinttal támogatja az utunkat, tehát majdnem a repülőjegyünk majdnem megvan, de még vannak az egyéb költségek, és hát vannak még támogatóink, itt a Jász Plasztika, a Jászsági Menedzser Klub, önkormányzat, város önkormányzata, és mellette ugye megszólítottuk a lakókat is, hogyha amennyiben úgy gondolják, szívesen fogadunk még adományokat, támogatásokat. Természetesen ez a műsor is egy kicsit Mexikóról is szól, hiszen egy kivonat, egy pillanatkép lesz a mexikói műsorunkban, nem is a teljes egész, de kicsit betekintést nyerhet a közönség, hogy Mexikóval az együttes 10 estén keresztül milyen műsorral fog színpadra állni. A csoportot a következő 1-2 hétben még van lehetőség támogatni, csak személyesen vagy telefonon keressék fel a Jászság népi együttes Víz utcai irodáját. Anyagi támogatásaik hozzájárulnak ahhoz, hogy büszkeségeink újra a magyar és a jász kultúra nagykövetei lehessenek a nagyvilágban.